Beruházások Kisvárdán, megújul a strand és a vár, szálloda épül, valamint egy 5000 fő befogadására alkalmas stadiont is kialakítanak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei városban. Folytatódnak a fejlesztések, mintegy 45 milliárd forint értékű megnyert uniós pályázata van Nyíregyházának. Kötelező adategyeztetés, megszűnik a telefonszáma azoknak a feltöltőkártyás ügyfeleknek, akik június 30-áig nem egyeztetik adataikat mobil szolgáltatójuknál. Összesen mintegy 10 milliárd forintból több beruházás is elindult Kisvárdán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Megújul a strand és a vár, szálloda épül, valamint egy 5000 fő befogadására alkalmas stadiont is kialakítanak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei városban. Ezek mind a sport és a turizmus fejlődését szolgálják. A tervek szerint így néz majd ki a kisvárdai stadion. A kormány fejlesztési programjában már a kezdetektől szerepelt a sportpálya megépítése. A beruházás már elkezdődött, az új öltöző mellett épül a stadion. 2750 fedett ülőhelyen rendelkezik majd, de a befogadó szám 5000-re is bővíthető. Ennek szükségességét a kisvárdai meccsek látogatószáma jelzi, de a turizmusfejlesztés is kiemelt szerepet kapott a településen. Szintén egy nagy beruházásunk, a várnak a teljes rekonstrukciója, szintén elkezdődött. Jelenleg annyi történt, hogy most a régészeti feltárás történik, mert találtak egy régi várfalat. Nyilván azt követően, ha ez a régészek lezárják a munkát, akkor ez szintén folytatódik. A kisvárdai vár még a 15. században épült, a sportpálya 1954-es építési előkészületei kapcsán feltárták, majd 1958 és 1960 között a maradványokat helyreállították. Számos programnak biztosít helyszínt, így például színházi előadásoknak is. A kisvárdai strand az elmúlt években rekordforgalmat bonyolított. A létesítmény felújítása és egy szálloda kialakítása a vendégek számára már évek óta fontos beruházás lenne. Most ez a fejlesztés is elindult. Nagy mértékben halad és jó halad a szálloda építése. Itt rögtön a vár mellett található egy 52 szobás sportszálloda van szó. Azon kívül szintén a Bessenyei György gimnázium vagy atlétikai pálya téli futópályával, ami alkalmas akár nemzetközi versenyek lebonyolítására. Azt kell mondjam, hasonlóan jó halad, jók az előkészületek, folyamatosan dolgoznak rajta. A standberuházás az lesz egy nyári szezon még, 2 hónap, és azt követően a strand és környéke, tehát azt jelenti a strand építése, mellette akkor a ökofilmparknak a felépítése elkezdődik. A beruházások összértéke megközelítőleg 10 milliárd forint. A közel 18 ezer fős Kisvárda így a következő években, a sportban és a turizmusban is nagy mértékben fejlődik majd. Mintegy 45 milliárd forint értékű megnyert uniós pályázata van Nyíregyházának. Ezt az összeget infrastruktúra fejlesztésre, óvodák felújítására és városi közlekedési beruházásokra lehet felhasználni, mondta a Kölcsei Televíziónak adott interjújában a Nyírségi megyeszékhely vezetője. Kovács Ferenc elmondta, ebből az összegből 30 milliárd forint a terület és település fejlesztési programon keresztül áll rendelkezésre, amiből folytathatóak a korábban elkezdett projektek is. A Debreceni út és a Kígyó utcai csomópont átadása idén januárban. A balesetveszélyes kereszteződést 140 millió forintból alakították át. Emellett 330 millióból elkészült a Szegfű utca négysávosítása is. A városban idén folytatódnak a közlekedésfejlesztési programok, a bel- és külterületi utak építése, illetve a csapadékvíz elvezetési projektek is. A következő nagyon fontos csomag, szintén ezt elindítottuk még az elmúlt ciklusban, de hát nem ekkora forrással rendelkeztünk, az az intézmények felújítása. Ez azt jelenti, hogy a 2013-ban indult fejlesztéseket végigvisszük, 2020-ra mind a 34 önkormányzati óvoda felújításra kerül, és mind a 9 önkormányzati bölcsőde, és a kórház területén pedig építünk egy új óvodát, ezt egy másik pályázatból nyertük.
Az integrált közlekedés fejlesztési operatív programban elnyert 7 milliárd forintot új buszok beszerzésére, telephelyük kialakítására és utastájékoztató rendszer kiépítésére fordítja az önkormányzat. További 6 milliárdból épül meg a vasútállomás és az autóbuszállomás közötti intermodális csomópont, amely megkönnyíti az utasok számára az átszállási lehetőséget a vonat és az autóbusz között. Fontos a városrészek rehabilitációja, itt lesz egy barnamezős beruházási csomag, ez a tiszavasvári úton lévő régi laktanyák területén vonatkozik, lesz a buszebben egy fejlesztési program, illetve lesz egy zöldváros programunk, ami több helyszínen valósult meg, ez is önmagában több mint 2 milliárd forint. Cél az, hogy még szebb legyen Nyíregyháza, illetve bemutassuk a szépségét saját magunknak is, meg a hozzánk érkezőknek is. Az állatpark fejlesztésére több mint 5,7 milliárd forint uniós forrást fordítanak 2019-ig. Az öt elemből álló fejlesztési csomag részeként többek közt új hópárduc kifutó, látogatóközpont és ökocentrum, valamint egy a jégkorszakot bemutató látványosság is megépül 2019-ig. Az önkormányzati beruházások nagy része még ebben az évben, illetve jövő tavasszal indulhat el. Megszűnik a telefonszáma azoknak a feltöltő kártyás ügyfeleknek, akik június 30-áig nem egyeztetik adataikat mobil szolgáltatójuknál. Az országgyűlés tavaly évvégi döntése alapján nemzetbiztonsági okokból van szükség az adategyeztetésre. Ez körülbelül 4-5 millió szerződést érint. Az országgyűlés tavalyi évvégi döntése alapján január 1-e után már a szerződéskötésnél is kötelező az adategyeztetés. A korábbi ügyfeleknek pedig legkésőbb június 30-áig kell felkeresni, személyesen, telefonon vagy online mobilszolgáltatójukat. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság adatai szerint ez körülbelül 4-5 millió feltöltőkártyás szerződést érint. A törvény indoklása szerint Magyarország nemzetbiztonsági bűnüldözési és bűnmegelőzési érdekei miatt volt erre szükség a visszaélések megelőzése, megakadályozása érdekében. Ennek az adategyeztetésnek az a lényege, hogy egyrészt felveszik az előfizető, az éppen aktuális előfizető adatait, és egyúttal megnézik a személyazonosság igazolására használt igazolványnak az érvényességét az erre szolgáló központi nyilvántartásban. Ezt a személyazonosság igazoló ellenőrzést minden ügyfélnek minden évben meg kell majd ismételni. A SIM-kártya vásárlás és feltöltés feltételei nem változnak. A jogalkotónak tulajdonképpen két fontos üzenete volt ezzel az egész jogszabállyal kapcsolatban, bár számos részletkérdésről kellett rendelkezni. Az egyik az volt, hogy tudni kell, hogy ki van a vonal végén, vagy kié az az adott kártya, a másik pedig, hogy egy személynek nem lehet akárhány kártyája. Ezt a részletkérdést, hogy hány kártyája lehet egy személynek, ezt egy külön rendeletben kellett rögzíteni, ez szerint egy magánszemélynek 10, egy üzleti személynek pedig 50 kártyája lehet. Azoknak, akiknek jelenleg a megengedettől több kártyája van, nyilatkozni kell arról, hogy melyik az a 10 vagy 50, amit megtart. Az NMHH főosztályvezetője hozzátette, a mobil szolgáltató segíthet a telefonszám újraüzemelésében, ha határidőn túl történik az adategyeztetés. Fontos tudni, hogy egyik szolgáltató sem keresi fel az ügyfeleket. Ha valaki bizonytalan a megkeresés valódiságával kapcsolatban, annak azt tanácsolja az NMHH, hogy vegye fel a kapcsolatot mobil szolgáltatójával. Július 1-én hatályba lép az új jövedéki törvény. Alapjaiban változik meg a tevékenységhez tartozó engedélyezési, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettség, valamint új alapokra helyezték a jövedéki biztosíték rendszerét is. Erről tartottak tájékoztatót a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Az új törvény az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében az eddigi papír alapú helyett elektronikussá alakítja a hivatal és a cégek közötti kommunikációt. Ezen kívül a jövedéki adózás ellenőrzésében is tartalmaz az új törvény a 2003-hoz képest változtatásokat. A jelenlegi szabályozás a jövedéki adótartalom figyelmevételre történő bírságolás van. Ez most a költségvetésnek okozott kár alapvételével kerül a szankció megállapításra, amely 2-től 5-szörösig terjedő, illetve itt a hatóság figyelembe veheti ennek a jogellenes magatartásnak a kialakulását is, akár mellőzheti is a jövedéki bírság megállapításán.
Bővül az Erzsébet program. Három új pályázatot hirdetnek 2017-2018-ban felhasználható üdülésekre. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A minimális célkitűzés teljesítve a hatodik helyen zárta a szezont az NB1B keleti csoportjában a nyíregyházi férfi kézilabda csapat. Az NKC 14 győzelem mellett 12-szer szenvedett vereséget. Nyáron jelentős változások várhatók, az új bajnokságnak a tervek szerint egy megfiatalított csapat vág majd neki. Az elmúlt szezonban elért 8. helyezés után idén a 3. helyet szerezte meg a férfi kosárlabda NB2 keleti csoportjában a Sunshine Nyikse. A csapat, amelyet a következő szezonban is Kovács Tibor irányít majd, megfelelő erősítés esetén megcélozhatja az osztályváltást. Bővül az Erzsébet program. Három új pályázatot hirdetnek 2017-2018-ban felhasználható üdülésekre. Idén először már a nagyszülők és az unokák, az egyszülős családok, valamint a két gyermeket nevelő családok is jelentkezhetnek a programra. Jelentette be a közelmúltban a Család, Ifjúság és Nemzetközi Ügyekért felelős államtitkár. Novák Katalin kiemelte, a pályázók 4 vagy 5 napos pihenésre utazhatnak 18. életévüket be nem töltött gyermekeikkel, unokáikkal az Erzsébet programban résztvevő szálláshelyek valamelyikére. Zalakaros, Hajdúszoboszló vagy éppen Eger, ezeken a településeken is vannak Erzsébet programos szálláshelyek. A 4 vagy 5 napos üdülésekre most már többen pályázhatnak, hiszen 3 új kiírással bővítették a program kínálatát. Azokra június 30-áig lehet jelentkezni elektronikus úton. A 3 pályázat keretében alapvetően unokák és nagyszüleik vehetnek részt üdülési pályázaton. 2 gyermeket nevelő családok, tehát a szülők, a törvényes képviselők és 2 gyermekük együttesen, illetve olyan szülők, szintén gyermeket nevelők, akik egyedül nevelik gyermeküket, pályázhatnak a gyerekekkel együttesen. Ezek a pályázatok június végéig akkor nyitva állnak, nagyjából július közepéig kap minden érintett benyújtó tájékoztatást a pályázati feldolgozási eredményről. A sikeres pályázat feltétele a pályázati hozzájárulás megfizetése legkésőbb augusztus 10-ig. Az összeg mindössze pár ezer forint, ezért is jelentkeznek sokan a kiírásokra. Ez a 6. éve az Erzsébet programnak. Úgy számolunk mi a most is meghirdetett pályázatokkal, hogy várhatóan hamarosan elérjük a résztvevők 1 milliós létszámát, ebbe beleértve még az egykoron táborozó gyermekeket, illetve a családdal együtt üdülő gyermekeket. Az elnyert támogatásokat, üdüléseket 2018 év végéig lehet beváltani. A minimális célkitűzést teljesítve a 6. helyen zárta a szezont az NB1B keleti csoportjában a nyíregyházi férfi kézilabda csapat. Az NKC 14 győzelem mellett 12-szer szenvedett vereséget. Nyáron jelentős változások várhatók, az új bajnokságnak a tervek szerint egy megfiatalított csapat vág majd neki. A minimális célt elérte ugyan, de teljesen nem lett elégedett a szereplésével a nyíregyházi KC. A bajnokság felénél a 3. helyen állt az együttes, a tavasz azonban szerényebbre sikerült a vártnál. 4 fordulóval a zárás előtt edzőváltás történt, Granzsán Gábor helyét Bécsi János vette át. A bajnokságot 100%-os teljesítménnyel a mezőnyből kiemelkedő Ferencváros nyerte, míg a nyíregyháziak 14 győzelemmel és 12 vereséggel, döntetlen nélkül 28 ponttal a 6. helyen zártak, 1 ponttal megelőzve a mögöttük végző 2 csapatot. A bajnokság kezdet előtt azt fogalmaztuk meg, hogy mindenképpen szeretnénk az első 6-ban lenni. Ugye ennek a sorozatnak a Ferencváros azért kiemelkedő szereplője volt. Ugye az volt a kérdés, hogy egyáltalán fog-e pontot veszíteni, úgy nyeri meg a bajnokságot, hát nem vesztett. És az összes többi csapat, azt mondom, hogy a pillanatnyi forma alapján jöttek az eredmények. Valóban az ősz az sokkal jobban sikerült a csapatunk számára, hiszen a 3. helyen zártuk a tabellát. A tavasszal ez a jó szereplés, ez egy picit megrekedt. Azóta azért sokszor és sokféleképpen elemeztük ezt a 6. helyet. Valójában a minimális célkitűzést teljesítettük, azonban én azt gondolom, hogy azokat a hibákat, amiket elkövettünk, azt mindenképpen szeretnénk a jövőben majd javítani. Nyáron jelentős változás várható a játékos keretben, többen távoznak, helyükre fiatal kézilabdázókat szeretne szerződtetni a klub vezetősége.
Amit én nagyon sajnálok, az a Kaplonyi Zolinak a távozása, de ő nem távozik tulajdonképpen, ő abba hagyja az aktív kézilabdázást. Ő egy nagyszerű ember, egy nagyszerű csapatjátékos, aki nagyon sokat tett a nyíregyházi kézilabdáért, amit én ezúton is köszönök neki. Ő neki mindenképpen szeretnénk itt a csapat környékén valamilyen feladatot adni, úgyhogy ő mindenképpen több szempontból is érzékeny veszteség a klub számára. Aki biztos távozik, az a Páncél Zoltán, ő 3 évet töltött nálunk, ő hazatér, Békés Csabára Békésen fogja tovább folytatni a pályafutását. És még vannak kérdőjelek, de én azt gondolom, hogy egy 6-7-8 új játékos mindenképpen fog érkezni, illetve a most junior bajnok csapatból legalább 4-5 játékos fog már most a felnőtt csapattal készülni, sőt, hogy tovább menjek, a most Serdülőből kiöregedett és már a Serdülő válogatott környékén is szerephez jutó játékosok közül 3-an fognak a felnőtt csapattal készülni, tehát egy fiatal, dinamikus csapatot szeretnénk kialakítani a jövőben. A következő szezon szeptember 17-én rajtol. A nyíregyháziak 7 hetes felkészülést terveznek, így július 31-én kezdik el a munkát Bécsi János irányításával, aki továbbra is bizalmat kap a klub vezetésétől. Az elmúlt szezonban elért 8. helyezés után idén a 3. helyet szerezte meg a férfi kosárlabda NV2 keleti csoportjában a Sunshine Nyikse. A csapat, amelyet a következő szezonban is Kovács Tibor irányít majd, megfelelő erősítés esetén megcélozhatja az osztályváltást. A 2015-2016-os szezonban menet közben csatlakozott az NB2 keleti csoportjának mezőnyéhez a Sunshine Nyikse. A csapat abban a bajnokságban a 8. helyet szerezte meg, a legutóbbi szezonnak pedig az előrelépés reményében vágott neki a Kovács Tibor által irányított együttes. Ez sikerült is, miután az alapszakaszban elért 5. helyet követően a rájátszásban a 3. helyen végzett a nyíregyházi gárda. A 6. hely volt a kitűzött cél, de már a bajnokság közepén éreztük azt, hogy ez a csapat rendkívül jól össze tud kovácsolódni. Már csak a sérüléseket kellett kiküszöbölni, illetve a sérülteket kellett valahogy pótolni azokon a kritikus mérkőzéseken, amikor fontos volt egy-egy győzelem. De úgy gondolom, hogy a végére, pontosan a végére, az utolsó körre, illetve a rájátszás mérkőzéseire teljes mértékben felgyógyult mindenki, egészségesen összeállt a csapat, és valójában őszintén össze is érett. A csapatkapitány Horváth Bence szerint is a rutin és az összeszokottság volt a bronzérem megszerzésének záloga. Véleményem szerint a sikerünknek ez volt az egyik alapvető kulcsa, ugyanis ezért voltunk jobb csapat, mint a tavalyi együttesünk, hogy azokat a meccseket, azokat a kiki meccseket el tudtuk dönteni a rutinunkkal, amikbe tavaly sajnos vereséggel jöttünk ki. A sikeres szereplés után felmerült a feljebb lépés lehetősége, de a klub vezetői még nem határozták meg konkrétan a célokat, ugyanis sok függ attól, hogy milyen játékosokat tud igazolni a Sunshine Nyikse. Ezen még most gondolkozunk a szakmai stábban. Nyilván a játékosokkal is most kezdtünk el tárgyalni, illetve most kezdünk el tárgyalni júniusban, és bízom benne, hogy a nagy része marad, és maradni szeretne. Nyilván sikerül, remélem, kitalálni olyan motivációs rendszert, illetve még igazolni egy-két játékost, aki nagyban ezeket a szép álmokat, hogy mondjuk az NBC osztályába jussunk, ezt nagyban elősegítenék. Nyilván itt szükség lesz majd egy megállapodásra a Kosárlabda Nonprofit Kft-vel is, és a Sportcentrummal is, hogy az esetleges feltörekvő fiatalok, akik nem jutnak keretbe az NB1B-be, esetleg csak edzés szinten, azokra mennyire számíthat a Nyikse együttese. Az NB2-es felnőtt csapat munkáját továbbra is Kovács Tibor irányítja majd. A vezetőség pedig azt szeretné, ha ősztől a megyei bajnokságban szereplő felnőtt és junior együttes mellett az U14-es és az U16-os korosztályban is tudnának indítani csapatot. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Összesen mintegy 10 milliárd forintból több beruházás is elindult Kisvárdán. Megújul a strand és a vár, szálloda épül, valamint egy 5000 fő befogadására alkalmas stadiont is kialakítanak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei városban. Ezek mind a sport és a turizmus fejlődését szolgálják. Mintegy 45 milliárd forint értékű megnyert uniós pályázata van Nyíregyházának. Ezt az összeget infrastruktúra fejlesztésre, óvodák felújítására és városi közlekedési beruházásokra lehet felhasználni, mondta a Kölcsei Televíziónak adott interjújában a Nyírségi megyeszékhely vezetője.
Kovács Ferenc elmondta, ebből az összegből 30 milliárd forint a terület és településfejlesztési programon keresztül áll rendelkezésre, amiből folytathatóak a korábban elkezdett projektek is. Megszűnik a telefonszáma azoknak a feltöltő kártyás ügyfeleknek, akik június 30-áig nem egyeztetik adataikat mobil szolgáltatójuknál. Az országgyűlés tavaly évvégi döntése alapján nemzetbiztonsági okokból van szüksége az adategyeztetésre. Ez körülbelül 4-5 millió szerződést érint. Önök a Kölcsei Televízió iradóját látták június 5-én hétfőn, friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!